Sziasztok! Beköltöztünk a lakásba végre, és most már itt is húsvétoltunk Mirussal, úgyhogy megmutatjuk most a lakást. Most már úgy nagyjából minden a helyén van. Ez itt a nappali, és ugye nekem ott van leválasztva. Az ágyam most ki is van teregetve, úgyhogy kicsit ott már kup is. Úgyhogy így ennyi igazából, ide majd szeretnénk egy tévét. Marci ott alszik. Itt van a WC közvetlenül a bejárattal szemben. Ott a WC, ugye? Itt erre pedig a konyha. Fürdőt is megmutatod? Itt a fürdőszoba. Ugye mivel zuhanyzós, ezért Mirusnak ott van a kiskád. Erre van a konyha. Pedig Mirusnak a szobája. Hát ezen nagyon-nagyon sokat agyaltam, hogy hogy rendeznem be, mivel ugye az előző szobája az egy picit rövidebb volt, de szélesebb. Ez pedig ugye egy keskeny szoba, úgyhogy... Babái. Úgyhogy komoly fejtörést okozott nekem, hogy mit hova tegyek, és aztán végül is így ez jött össze. Úgyhogy így a végeredménye nagyjából én meg vagyok elégedve, itt van ugye szekrénye is Mirusnak. Még majd a kis polcokat kell felfúrni. Illetve még ugye a bejáratnál lesz egy tükör felfúrva ide. És majd a nappaliba is még lesz egy nagy tükör, meg szerintem néhány polc a kanapé fölé, mert ugye így eléggé üres. De úgy összességében igazából a legtöbb dolog az már a helyén van. Egyébként már pénteken beköltöztünk, úgyhogy már 2 éjszakát itt töltöttünk az új lakásban. Nagyon-nagyon jól aludt Mirus, hála az égnek, végig aludt éjszaka, annyi, hogy tegnap reggel már felébredt 6-kor. Hát szerintem Marci ébresztette fel, mert ugye Marcinak most így furcsa, hogy itt a lépcsőházban hallja a zajokat, hogy jönnek-mennek az emberek, és akkor ugye reggel 6-kor valaki épp elment itt az ajtó előtt, és ő meg felpattant az ágyból, és egy kicsit így ugatott, vagy hát vakkantgatott, úgyhogy ezzel szerintem fel is ébresztette Mirust. De ma, hál' az égnek, már Marci sem figyelt fel így a zajokra, úgyhogy 4-8-8 körül ébredt fel Mirus, végig aludta az éjszakát. Én nagyon-nagyon örülök, mert egy picit persze aggódtam, hogy mi van, ha esetleg nem fog olyan jól aludni itt. Nyuszi hagyta ezeket, igen. Ott is. Nézd, Manu. De Nyuszis kosár, ebbe tedd bele a tojásokat. Nyuszi hagyta neked így. Hagyta. Kocsi, ezt is a Nyuszi hagyta neked. Melyet? Tedd oda bele, ott is egy tojás. Hoppá, elgurult. Megvan? Belerakod oda, fogjam? Na gyere, toljad. Aztán nézzük meg még, miket hagyott itt a Nyuszi. Gyere erre, Mirus! Tojás. Ott is van tojás, tedd ide. Nézd, és ott mi van, baba? Mi? Ott a sarokban mi van, megnézed? Tojás. Tojás meg? Ott is van tojás. Köszönöm. Te nem félsz abba bele, babu. Nyuszi. Nyuszi, tültesd bele. Fejre. Úgy, fejre vigyázz.
Tolód. Mirus, menjetek a konyhába, még a Marcinak ott maradt az ajándéka. Marci ajándéka, nézd, itt. Ezt a Marcinak hozta a nyuszi, odaadod neki? Gyere, Marci. Tessék, Marci, az a tiéd. Neked hozta a nyuszi. Megnézd, Mirus, ezt is neked hozta még a nyuszi, ami itt van. Megnézed, mi az? Ki hozta neked az ajándékokat? Nyuszi. Nyuszi. Ennyi mindent hozott neked. Mi van a kezedben? Golyó. Golyó. De ügyes vagy, kibontottad. Csinálsz kávét? Jó. Nem úti? Nagyon ügyes vagy, és ott el kell húzni, ugye? Ugye. Ugye. Nézd, ott. Nekem már elkészítette a kávémat előbb Mirus egyébként, úgyhogy most már csak így játszik vele. De amúgy nagyon ügyes, tényleg ő berakja a kapszulát, aztán elindítja. Most délelőtt csak itthon voltunk, hármasban. Aztán Mirus aludni fog szerintem hamarosan, ugye? És akkor délután lesz a családi húsvétozás. Álmos vagy.